Jó estét kívánok, köszöntöm a Bajai Kultúra nézőit. Egy nagyszabású gálaműsor és kiállítások szerepelnek a mai magazinunkban. Nézzük képes tartalomjegyzékünket. Szórakozás és jótékonykodás. Ismét megrendezték advent idején a karácsonyt várva gálaműsort. Első festmény kiállítására várta az érdeklődőket a bajai Zsom Marianna. Megnyílt a hagyományos évvégi kiállítása a Duna Fotoklub Egyesületnek. A megnyitón a klubot érintő változásokról is beszámoltak. Ez a mai ajánlatunk, tartsanak velünk! Karácsonyt várva. Az idén is megtartották a jótékonysági gálaműsort a Bácskai Kultúrpalotában. A nagyszabású rendezvényt már 28. alkalommal szervezték meg a városban. A korábbi évekhez hasonlóan ismét helyi művészeti csoportok és sztárvendégek álltak a színpadra. Az estbevételét orvosi műszer vásárlására fordítják. Nyíljon meg előtte a mennyei kilincs, ne legyen elrejtve ez az elrejtett kincs, fejnél lobogjon üdvösség zászlaja, ez az én szívemnek teljes kívánsága. Ezt kívánja szívem, lelkem teljessége, mert kívánságunknak mennyország a vége. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Vadvirág népdalkör műsorával kezdődött a jótékonysági gálaműsor, aminek házigazdája ezúttal Pető Attila volt. Ezt követően Fekete Szabolcs, esperes plébános osztotta meg karácsonyi gondolatait a közönséggel. Akik az orvostudományban orvoslással, gyógyítással, betegápolással, gondozással foglalkoznak, tudják, hogy nem csak a testet, hanem a lelket is gyógyítani kell. Az est első részében klasszikus zeneművek csendültek fel, Eperjes Károly Kossuth és Jászai Mari díjas színművész pedig prózával készült. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy tél éjszakában. Az apám még vidám legény volt. Dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kávinista, miként az idő úgy röpültünk. Apa, fiú. Egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. Az első felvonást a Four Fathers zárta. Az énekegyüttest már többször hallhatta a bajai közönség. És idézünk, ami a karácsonyi ünnepkörhöz kötődik, az ünnepekhez. De mindenképpen jó kedvet és vidámságot sugárzunk, mint mindig, meg annyiszor. Úgyhogy énekelünk angolul is egy kicsit, magyarul is egy kicsit kevésbé ismert vicces dalokat és ismert slágereket így a műsor végén. Az estbevételét a tavaly megvásárolt orvosi eszköz részleteire és egy új EKG készülék vásárlására fordítják. A műszert a hagyományokhoz híven az ünnepi műsor keretében adta át az est fővédnöke, professzor dr. Ung Imre, a Szegedi Kardiológiai Központ szívkatéteres laboratóriumának vezetője, dr. Kovács Zsolt osztályvezető főorvosnak és a kórház főigazgatójának. Az EKG élt, él és élni fog, meggyőződésem. Ebből a kis rendkívül egyszerű elektromos görbéből számos abszolút szó szerint életfontos információt nyerhet az az orvos, aki ezért. Az est védnöki tisztségét Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Fercsák Róbert polgármester és dr. Tóth Gábor vállalta. Ugye a Brechtnek van egy darabja, hogy Jó embert keresünk címmel, aminek az a történetnek a lényege, hogy az istenek lejönnek a földre és jó embert keresnek, egy kis kínai faluban játszódik.
és a végén persze találnak egyet. De az jutott eszembe, hogy szerintem rossz helyre mentek. Ide kellett volna jönni Bajára. Aki itt ül mindenki, aki támogatja az alapítványt, az mind jó ember. És ezért köszönettel tartozunk mi kórház dolgozói, és elsősorban én. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a támogatást, és kívánom, hogy ezt a jó szokásokat tartsák meg. A jótékonysági rendezvényt a kezdetek óta Mencer György, a Koronária Alapítvány alapítója szervezi meg. Ismételten egy orvosi műszer a Bajai Kórháznak, a Bajai Kórházon belül a bele egy osztálynak, a koronári őrzőnek. Tavaly adtunk át egy lélegeztetőgépet, hogy idén fogunk átadni a legkorszerűbb követelménynek megfelelő laptop típusú EKG készüléket. Van, ki mindent lát, távolból figyel, megvéd, ha bárki bánt, s a félsző átölel. Ha senki más nem hall, fogd most két kezem, nézd rám, Istenem, törzs meg szívem fényeddel. Az est folytatásaként Sasvári Sándor és lánya Léna álltak a közönség elé szólódalokkal és duettekkel. Nem először és nem utoljára szerepelünk együtt karácsonyi rendezvényen. Az adventek általában úgy telnek el, hogy közös meghívásaink vannak. Már kiskoromban kiderült, hogy van valamiféle tehetségem az éneklésben, és hát nem szabadott elkapkodni, úgyhogy körülbelül egy 5 évvel ezelőtt vitte el apa először énektanárhoz. Igazából musicaleket szoktam énekelni leginkább, de a poposabb dalokat is nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy ez a kettő, amit szívesen csinálok. Sasvári Sándor gyakori vendég Baján, koncerteken, a színházban és a nyári szabadtéri produkcióban is láthatták az itt élők. A mostani gálának pedig az énekes a védnöke is volt. Nagyon-nagyon támogatandó és nemes szél, hogy kórház javára gyűjtenek, és nagyon-nagyon értékes és hasznos hiánypótló műszereket tudnak beszerezni ezekből a támogatásokból. Úgyhogy nagyon nagy híve vagyok a jótékonyságnak. A december azon kívül, hogy adventi koncerteket tartunk, rengeteg jótékonysági fellépésünk is van. Meglepetésként érkezett Bajára a művész barátja, Mongólia magyarországi nagykövete. A diplomata magyar nyelven mesélte el, hogy egyetemistaként itt hallott először a karácsonyról, és a jelentőségét magyar feleségével és családjával együtt ünnepelve értette meg. A közönséget pedig arra kérte, énekeljék el vele a Kis karácsony, Nagy karácsony című dalt. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a kolácsom, ha kisült már ide véle, hadd egyen meg melegébe. Az advent idején megtartott gálán minden évben megtelik a nézőtér. Ez egy jótékonysági koncert, és valamivel mi is szerettünk volna ehhez hozzájárulni. Másodszor a jegyet ajándékba kaptuk a gyerekektől, ez még egy külön öröm. Az esten felléptek még a Bajai Fiatalok Színházának tagjai, Brutyó Ádám zongorista és a Bajai Dankó trió. Thank you.
A Stílus gyakorlatok címet adta első tárlatának Zsom Marianna. A civil életben orvosként praktizáló festő iskoláskora óta érdeklődik a képzőművészet iránt, de csak az utóbbi 3 évben kezdett el aktívan alkotni. A kiállításon sokféle festészeti technikát láthattak az érdeklődők. A tárlat megnyitóján a szegedi Vox Nova énekkar készült dalokkal a közönségnek, nem véletlenül, ugyanis a kiállító maga is oszlopos tagja a 20 éves vegyes karnak. A festő első alkotói szánypróbálgatásairól dr. Gál Zoltán mesélt az érdeklődőknek. Tehetségét elsőként általános iskolai rajztanára fedezte fel, és irányította őt a komáromi festőműhelybe. Itt modellek alapján grafikákat készített, melyek közül néhányat ki is állított a város művelődési házában. Későbbi életében is komoly szerepet játszott a képzőművészet. Gimnáziumi éveiben portrékat készített szénnel családi fotókról, folyamatosan rajzolgatott az órák alatt. Matematika tanára meg is jegyezte, hogy aki ilyen jó tónusokat használ, abból nagyon jó orvos lesz. Zsom Marianna 3 éve foglalkozik aktívan a festéssel, Nagy Lászlótól, Varga Zsófiától és Zsóka László akvarellistától is tanult már. Azt mondta, sokat próbálkozik, hogy megtalálja egyéni hangját mind a témák, mind a színek tekintetében. Mivel az orvosi pályát választottam, hát így csak hobbiból foglalkoztam, hát mondjuk ez is most egy hobbi, csak hogy most már ugye az orvosi része letettem, a szakvizsgákat, gyakorlatot szereztem, a gyerekeim fölnőttek, most egy kicsit több időm maradt az önkifejezésre, és az ember úgy kíváncsi magára is, hogy mi van benne. Ez is egy olyan elmélyülős dolog, hogy én próbálkozom. Volt egy kérdése, hogy mik a kedvenc témáim. Úgy kezdtem, hogy először festünk egy zöld képet, egy kéket, egy barnát, mert azt hallottam, hogy mindenkinek megvan az egyéni színválasztása, ami rá jellemző, és én kíváncsi voltam, hogy akkor mi lehet, ami nekem majd a kedvencem, és akkor próbáltam a zöldhöz egy patakot, a barnához egy erdőt, a kékekhez tengert, és még keresem. Azért stílusgyakorlatok a tárlat címe, mert itt van többféle festészeti technikából készült kép, technikával készült kép, van akvarell, van egész finoman eldolgozott kép, van fotorealista kép, van durva késes ecsetet nem használó technikával felvitt pár óra alatt felvitt alkotás, és keresem igazából, hogy melyik áll hozzám közeleg, most már a színeken és technikákon túl persze a témák is. Hát elsősorban a természeti témákat választottam, de most már próbálok az emberábrázolásban is, és hát vannak terveim egyébként. Az úgynevezett késes technikát alkalmazza a legszívesebben, amikor is az ecset helyett egy penge segítségével viszi fel a festéket. Szeretnék benne fejlődni, azért iratkozok be több művéshez tanulni, hogy hát azért minél többet elsajátítsak, mert ennek is van ugye egy szakmaisága. És akkor, hogyha ezt én elsajátítom, utána tudom belevinni az én egyéniségemet, bár úgy látom, hogy ez együtt is megy. A jelenlévők nagyon dicsérik a Férfi csendélet című képet, ami egy fotorealista kép, és talán azzal töltöttem a legtöbb időt. Azt azért próbáltam meg, mert én inkább megpróbálom a hangulatot megragadni rögtön, és pár óra alatt föl dobni, úgymond, és nem annyira a részleteket dolgozom ki. Most már lehet, hogy a nagy tetszés nyilvánítás arra vezet, hogy próbáljak egy kicsit aprólékosabb részletre hajlóbb is lenni, és megpróbálok akkor ezzel is foglalkozni. Ez egy kihívás volt számomra, mert mondom, én inkább az fogott meg, hogy tudom
a kompozíciót, a hangulatot, a színeket föl tenni a képre, mindenféle előrajzolás és előre kigondolás, keverés nélkül, de majd ebbe az irányba is szeretnék még akkor egy pár képet, mert úgy látom, hogy az nagyon megragadta a szemeket a mai estén. Az alkotó elárulta, egy bajai képekből álló tárlatot is szeretne majd összeállítani, családja pedig támogatja szenvedélyét, sőt, lányai is volt, hogy elkísérték egy-egy festőkurzusra. Új vezető állt a Duna Fotóklub Egyesület élére. Fisbekné Horváth Ildikó több évnyi elnökség után Horosnyi Sándornak adta át a stafétabotot. A változást az Egyesület évvégi kiállításán jelentették be, ahol a látogatók betekintést nyerhettek a fényképészek mindennapjaiba, és az elmúlt év munkáit is megtekinthették. Fekete, fehér és színes fotók díszítik a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola auláját. Az alkotásokat nem az intézmény diákjai készítették, a fényképek ugyanis a Duna Fotóklub Egyesület kiállítása révén kerültek a falakra. A szervezet életében hagyomány, hogy az évvége felé közeledve nagyszabású tárlatot rendeznek az eltelt hónapok munkáiból. A megszokottól eltérően azonban a Bácskai Kultúrpalota helyett a Bajai Intézményt választották helyszínül. Nem ez volt az egyetlen újdonság, F. Horváth Ildikó a megnyitót követően jelentette be, hogy több évnyi vezetőség után lemond elnöki posztjáról. Ennek az áll a hátterében, hogy 5 évi vezetőségi tagság után lemondtam az elnöki pozícióról. Most ebben az 5 évben 2,5 évig titkárként próbáltam így a klub életét szervezni, 2,5 évig pedig elnökként. Több oka is van, de inkább azt mondom, hogy egy kicsit el is fáradtam ebbe, és szeretnék inkább én is a saját fotózásomnak élni, és egy kicsit átadni a stafétabotot a többieknek. Én úgy érzem, hogy nagyon ígéretes a mostani vezetőség is, és hát reméljük, hogy ugyanúgy folytatják a sikeres szervező munkát, és ezt az alkotó műhelyt továbbra is nagyon sikeresen működtetik. És hozzáteszem, hogy ebben én is szeretnék továbbra is aktív tagként részt venni. Akkor nem jelenti, a változás nem jelenti azt, hogy leteszed a fényképezőgépet, ugyanúgy te is aktívan kiveszed a részed a munkából, és remélhetőleg a jövőben is a mostanihoz hasonló alkotásokat láthatunk majd a tárlatok során. Nem, abszolút nem jelenti, hogy leteszem a fényképezőgépet, sőt inkább fölveszem a fényképezőgépet egyre sűrűbben, legalábbis nagyon remélem. Az új vezetőkről az Egyesület döntött, a tagok pedig szinte egyhangulag Horosnyi Sándor mellett adták le szavazatukat. Az új elnök elmondta, nagy megtiszteltetés volt számára a kinevezés, a következő időszakban pedig azon dolgoznak majd, hogy a jövőben is sikeresen működjön az Egyesület. Reméljük, hogy meg fogunk birkózni vele, nagyon jó segítőtársaim vannak, és természetesen a fotóstársak is nagyon jók, úgyhogy én hiszek benne, hogy talán még túl is tudjuk szárnyalni azokat az eredményeket, amit el tudtunk eddig érni. Bár még nem ért véget a 2018-as év, elmondható, hogy sikeres esztendőt zárt a Fotóklub Egyesület, hiszen a bajai fotósok olyan elismeréseket vehettek át, mint a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének második helyezése. A Duna Fotóklubnak a tavalyi évben volt egy sikeres fotópályázata is, papíralapú, mafoszvédnökségű, ami hát én azt mondom, hogy most már egyedi is az országban, és ezt szeretnénk tovább folytatni a jövő évben is, és természetesen ugye a pályázgatások mellett és az éves kiállítások mellett ismeretterjesztő és oktató jellegű összejöveteleket is szeretnénk minél többet megvalósítani a fotóklubon belül. Horosnyi Sándor a kinevezés előtti időszakban is aktívan kivette részét az elvégzendő feladatokból. Mint mondta, az évek távlatából nézve is kiemelkedően jól teljesített a csoport az utóbbi hónapokban. A jövőben pedig arra törekednek, hogy a következő években is hasonló sikereket érjenek el. Én, mint titkár, tevékenykedtem itt az utóbbi időben, és segítettem ugye a klub munkáját. Ezen belül az idei év, én azt mondom, hogy az egyik legsikeresebb évnek bizonyul, sőt az újjáalakulás óta merem azt állítani, hogy a legsikeresebb év. Ugye, mint azt említettük, hogy az év fotoművészeti alkotócsoportok versenyén második helyezettek lettünk a Biatorbágyi Fotóklub mellett, ami országos szinten, én azt mondom, hogy egy nagyon nagy eredmény. Ugye mi lényegesen egy kisebb fotóklub vagyunk,
vagyunk, nagyon nagy, szóval sok és több nagyvárosban nagyobb fotóklubok léteznek, és ahhoz, hogy mi ezt az eredményt el tudjuk érni, én azt hiszem, hogy köszönhetjük az egységünknek, köszönhetjük annak a munkának és annak az ambíciónak, ami minket ugye visz és sodor, és reméljük, hogy az idén és jövőre is ez töretlen marad. A témaválasztás ezúttal is sokrétű volt. A fotók között egyaránt akadtak portrék, természetfotók és tájképek is. Utóbbi téma mellett döntött az Egyesület titkárául választott Beke László is. Az új tagok között vagyok számon tartató én is, hiszen még nem vagyok egy éve a klub tagja, és igen, a vezetőségben is újnak számítok, hiszen most választottak meg a klubtársaim titkárnak, amit hát egy nagyon nagy bizalomnak tekintek, ugye, amit belém helyeztek a klubtársak, és hát remélem, hogy sikerül ennek majd megfelelni. És a klubnak ezt a színvonalát, amit most tapasztalhatunk, ezt fent tudjuk tartani, és esetleg tovább is tudunk lépni. Ugye említetted, hogy még friss tagnak számítasz, hiszen körülbelül egy éve csatlakoztál a csapathoz. Miért döntöttél úgy, hogy csatlakoznál ehhez a közösséghez, és te is kivennéd a részed a munkából? Hát tulajdonképpen a fotózás az egy magányos sport, hogy így mondjam, de ugyanakkor mégis jó olyan emberek között lenni, akik ugyanezt a szenvedélyt űzik, hiszen egymástól sokat tudunk tanulni, egymástól el tudjuk szedni azokat az információkat, amik a pályázatokkal vagy az egyéb technikákkal kapcsolatban rendelkezésre állnak, és így tovább, tehát jobban fel tudunk készülni arra a munkára, amit végül is utána mindenkinek egyénileg kell megalkotnia. Az alkotó rámutatott, a fotósok gyakran előre megtervezik a megörökítendő képet, ő azonban a pillanatot igyekszik lencse végre kapni. Én nem nagyon szoktam előre eltervezni a képeket, illetve ritka az, amikor úgy születik képem, hogy én most azért megyek oda valahova, hogy ott egy jó képet fogok csinálni, mert akkor biztosan nem fog sikerülni. Ez inkább úgy történik, hogy meglátok valamit, amiből aztán megpróbálom kihozni a legjobbat. Például a Tirolban készült képemnél is, hát nem lehetett tudni, hogy honnan fog sütni a nap, meg most hogy fog állni, de amikor ott sétáltunk az erdei úton, akkor hirtelen futásnak kellett eredni és megkeresni a legjobb helyet, mert ott volt az alkalom, ott volt a pillanat. Tehát én nem az előre tervezős típus vagyok. Fotózni azt már régen kezdtem, 86-ban, még középiskolás koromban, tehát azóta nyomkodom a gombot, de úgy tudatosabban az utóbbi egy-két évben kezdtem foglalkozni vele. A fényképészek elmondták, a modern technológiának köszönhetően manapság akár mobiltelefonnal is készíthetünk minőségi képeket. A technikai háttér mellett azonban egyfajta látásmódra is szüksége van az alkotóknak. Az éves tárlatot december 20-áig tekinthetik meg az érdeklődők a Bajai Intézmény aulájában. Most nézzük, milyen kulturális programok közül válogathatunk a következő egy hétben. Közösen várják a karácsonyt az újvárosiak. A szabadtéri ünnepségen a városrész iskolásai és óvodásai adnak műsort december 13-án délután 16:30-kor. Az év utolsó görög táncházába várják az érdeklődőket 13-án este 18:00-ra a közösségi házba. A verskedvelők és versmondók klubja 13-án este 18:00-kor várja a régi és új tagjait a Bácskai Kultúrpalotába. Ezúttal Szép Ernő művei hangzanak el. Adventi családi napra várják a kicsiket és a nagyokat a Szent Balázs Katolikus Általános Iskolába 15-én délelőtt. Több más mellett fajáték, tárlat, kézműves foglalkozás és rajzfilmek várják az érkezőket. A karácsonyi vásár idején színes programokkal várják az itt élőket a belvárosban. Több más mellett 16-án, advent 3. vasárnapján, délután 17:00-kor Varga György, református lelkész osztja meg ünnepi gondolatait a főtéri színpadon. Közreműködnek az egyházközösség tagjai. Ezt követően meggyújtják a 3. adventi gyertyát. A régi karácsonyok hangulatát idézik meg 15-én a Nemzetiségi Központban. A műsoros Bunyevád Szenteste délután 17:00-kor kezdődik. Jeszenszky István a hangjával gyógyít. A fénykoncertje 15-én este 18:00-kor kezdődik a Német Iskolában.
A dzsungel könyve. A Bajai Fiatalok Színházának zenés produkciója ismét a színpadon. Az előadás 15-én és 16-án este 7, illetve 5 órakor kezdődik a Városi Színház teremben. Ausztráliáról tart élménybeszámolót a Városi Könyvtárban 18-án este 6 órakor dr. Francsovics Istvánné. Önök a Bajai Kultúra december 11-i adását látták, köszönjük a figyelmüket. Friss műsorral legközelebb egy hét múlva, kedden este a szokott időpontban jelentkezünk. További szép estét kívánok, a viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A műsorvezetőt öltöztette a Trendformíró üzlet.